Gyerekkor óta UTE szurkoló és a Viola tábor legnagyobb kedvence. A felsoroltak ellenére Urbán mindenki meglepetésére Zalaegerszegre igazolt. A nyári átigazolási időszak talán eddigi legnagyobb meglepetése volt, hogy az ősújpesti Urbán Flórián Zalaegerszegre szerződött. Flóri egy évvel ezelőtt tulajdonképpen a sűjesztőből került vissza a Megyeri útra. Saját bevallása szerint, ha akkor nem igazolja le őt Kisteleki István unszolására az UTE, akkor valószínűleg már nem lenne profi labdarúgó. Ilyen előzmények után a játékos élete egyik legjobb formáját mutatta tavaly. 15 gólt szerzett, játszott csöprögetőtől csatárig minden poszton és csapatkapitányi karszalagot viselhetett. Az eredményes év után mégsem tudott megegyezni az újpesti vezetőkkel. Egy évet akartak velem aláíratni, megint egy olyat, ami nem azt, tehát amin úgy éreztem, hogy nem becsülnek meg. Tehát én úgy gondoltam, hogy az egy év alatt bizonyítottam annyit, hogy esetleg egy hosszabb távú, egy két éves szerződést is kaphatok. A vezetők ezt nem így gondolták, ők ragaszkodtak mindenképpen az egy évhez, és egy olyan feltételekhez, ami nekem nem biztos, hogy elfogadható lett volna. Újpesten valószínűleg nem számítottak arra, hogy a 33 éves futballistának még lesz kedve új csapatba szerződni. Az ETE azonban pont olyan játékost keresett, aki rutinjával, győzni akarásával és határozottságával összefogja az újjáalakuló kékfehér együttest, így 2+1 éves szerződést kötöttek Urbánnal. Flóri mindenféleképpen egy olyan egyéniség a magyar futballban véleményem szerint, és hát valószínű, hogy a vezetőket is ez motiválhatta, akire építeni lehet, aki egyfajta vezérbika benne a pályán, és hatással tud lenni a többiekre, húzza őket, emellett természetesen azért még futballozni is tud, úgyhogy amikor ez a kettő találkozik, az nagyon szerencsés, és én úgy érzem, hogy a Flóriban ez találkozott. Én úgy érzem, hogy a mentalitása is és a játéktudása is rengeteget lendíthet a csapaton, úgyhogy hajszolja, üzi az egész csapatot, úgyhogy én úgy érzem, hogy rengeteget lendít a játékunkon. Nyílt titok, hogy Flóri pár évvel ezelőtt nem élt élsportolóhoz méltó életet a pályán kívül. A bulizós éveknek azonban tavaly áprilisban örökre búcsút intett. Az edzéseken kívül manapság csak kedvenc éttermét látogatja, ahol alkohol helyett gyümölcslé kerül az asztalára. A nagy baráti társaság is a múlté. Flórián leginkább otthon érzi már jól magát, így mentálisan is könnyebben feltöltődik, és nem veszti el olyan hamar a fejét a mérkőzések közben. Említettem már korábban is, hogy ezt a pár évet szeretném mindenképpen úgy lejátszani, hogy profi szemlélete, tehát úgy készülni a mérkőzésekre és edzésekre, és ez azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy otthon nyugodt háttér legyen körül. A nyugodt hátteret az 5 hónapos ifjabbik Urbán Flórián biztosítja a papának, így Zalaegerszegen már gyönyörű ház várja a 3 tagú család jövő héten esedékes beköltözését. Persze azért a családfő addig sem unatkozik. Csapattársai segítségével új hobbit próbálgat a közeli tó partján. Szamosi Tamással és Kenesei Krisztiánnal ugyanis a békés horgászást próbálgatja az egykori botrányhős, ám egyelőre meggyőződése, hogy számítógépezni azért mulatságosabb. Mi így hárman elég régóta ismerjük egymást, hát én a Tomival elég sűrűn kijártam horgászni, Flóri az most csatlakozott hozzá, reméljük, hogy a sűrű program lesz, még jó idő van. Pecázás ide, számítógép oda. Az első számú szenvedélye még mindig az Újpest főszereplőnknek. Természetesen én nagyon szívesen mennék vissza Újpestre. Én bármikor én nagyon örülnék, hogyha ha megkeresnének, és arról lenne szó, hogy menjek vissza, nagyon nagy örömmel mennék vissza 3 év után is, amit itt letöltöttem Zalaegerszegen a profi pályafutásom után. Urbán Flórián tehát Zalaegerszegen is megmaradt olyannak, amiért a legtöbb foci rajongó tiszteli. Remek játékos, jó csapatember és a klubhűség mintaképe.